Hegedűs Imre János a Vérszíne című novellás kötetének online könyv bemutatóján, és köszöntelek téged is, János, szervusz! Köszönöm szépen! Üdvözöllek, beszéljünk akkor erről a könyvedről, erről a novellás kötetről, amely bő egy év után jelent meg az előző, a Székelyek atyánfiai című köteted után. Mennyi idő alatt írtad meg ezt a könyvet, és mi az, ami ezt a 20 novellát egységbe, egy kötetté szervezi szerinted? Egy év, egy kötet. Gondolom, hogy nem siettem el, és nem késtem el vele. Egy év kellett ennek a 20 novellának a megírásához, ami összefogja az írásokat, talán több minden. Megmaradt azért egy keret, vagy megmaradt egy alapzat, és az a Székelyföld, a székelység, és a székelytudatom. Mert azért ezt nem, erről a talapzatról nem tudok lelépni, és nem is volna szabad. A másik az, hogy szélesíteni akartam, szélesítettem is egy kicsikét a palettát, más témák is bejöttek, de valamilyen formában azért az elhivatottsághoz és a missziós tudathoz kapcsolódik. Még a történelmi novelláim is. Köszönöm, igen, ez látszódik is, hogy valóban mélyebbre merítettél. A 20. század második feléhez képest most eljutunk az első világháborúig, eljutunk Mikesig, eljutunk második Lajos király apródjáig is akár, vagy a huszita biblia fordítókig. A tematikus mélységen kívül talán jobban érződik egyfajta idealizáltság is a szereplőid között, vagy leginkább úgy fogalmaznám meg, hogy egyfajta végletesség, ahol vagy idill a vége, vagy tényleg egy katartikus tragédia. Ezt jól érzékelhető így? Jól, én vállalom ezt az idealizmus nem idegen tőlem. Még az sem idegen tőlem, hogy bizonyos hősöket idealizálok. Mondok egy példát azonnal, kilépek nyilván ezzel a székely körből. Nagyon, de nagyon sokféle beállításban világítják meg második Lajosnak az apródját. Ezt a Mahmud Tercümán alakot, aki valóban foglyul esett Mohácsnál, és a szultáni udvar tolmácsa lett. Igen, de ez csak egy csupasz történet. Engem nem az érdekelt benne, nekem még volt szerencsém kezet fogni és beszélgetni László Gyula tudóssal, egyik legjobb történésszel és legjobb magyar tudóssal. Ő is idealista volt, egy kicsit idealista volt, és csak annyit tudnak róla az átlag olvasók, hogy felállította a kettős honfoglalás elméletét. De egészen pontosan tudni kell, hogy ez a Mahmud Tercümán írt egy nagy könyvet, és ezt a könyvet nyilván már ő törökké vált, és török nyelven írta meg, és ebben a könyvben az áll, ahogy befejezte a könyvet, hogy amikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe, itt az ő nyelvüket beszélő törzseket találkoztak, és találtak itt. Na most ezt nyilvánvaló, hogy meg kellett írni, és ezt valahogy be kellett helyezni, a kettős honfoglalás elméletét bele kellett helyeznem nekem, és bele kellett raknom egy éles sorsba. És ez egy fiatal ember volt. Egy nagyon, de nagyon rajongó lelkű fiatal ember, aki élt-halt a királyáért. Öltöztette, pucolt, éppen úgy kezdődik a novella, hogy pucolja a csizmáját, és végig kíséri, amíg levonulnak Mohácsra, és ott őt leütik, és lesz belőle történetíró és tolmácsa. Ezt nem lehetett idealizmus nélkül megírni. És itt egy valós személy életét dolgozott föl irodalmilag, illetve úgy, ahogy te bele gondolod. Ugyanez nyilván a történelmi alakoknál is érvényes. Mennyi valós személlyel dolgoztál, és azt most értem már a közelmúltbeli, meg mostani eseményekhez is, és mennyi volt, ahol valóban felhasználtál létező személyeket és történeteket? Értem. Hát ebben a kötetben sorolnám is hamar-hamar, Mikes Kelemen a másik ősöm, aki létezett, és Zsuzsi. Itt meg csak annyit fűznék hozzá, hogy boldoggá teszem őket. Ez egy írói önkény, ez a költői szabadság, hogy nekem megengedi a művész szabadság az, hogy boldoggá tegyem őket. Tudnék, csak az van a köztudatban, és a történészek is úgy tudják, hogy Zsuzsi a főúrnak nyújtotta a kezét, és
megmaradt az a tudat, hogy milyen szerencsétlen volt Mikes Kelemen a szerelemben is, mert nem hozzáment feleségű Zsuzsi, hanem a főúrhoz. És én boldoggá teszem őket. Én úgy gondolom, hogy az egyik, ha nekem ezt kiszabad szólnom a szájon, egyik szép vetülete vagy vonulata a kötetemnek és ennek a novellának is. A történelem kerekét egy kicsit kiforgatod a helyéből. Mennyire jellemző ez a kortárs, illetve a mostan, nagyjából mostan időkben játszódó novelláidban? Na most akkor mondok egy másik példát. Ugyancsak élő személy, a Fekete Ház novella a legkomorabb írás. Ebben a kötetben két írás típus van. Az egyik a komor erdélyi, mondjuk úgy borzalom, amit a Securitate művelt ott nem csak a magyarokkal, hanem a románokkal is, és a Fekete Ház novellának a főszereplője Szikszai Jenő kiváló magyar szakos tanár volt és irodalomtörténész Brassóban, és nagyon sok emberrel beszéltem, akik Brassóban végeztek. És ha visszaemlékeznek a diákkorukra, egy szót mondanak, hogy Szikszai. Olyan csodálatos tanár volt, és ezt a ragyogó, ezt a nagyszerű embert halálba kergett a Securitate, mégpedig úgy, hogy felakasztotta magát a padláson. Na most ezt itt most itt nagyon fontos kiegészíteni valóm van, hogy ezeket meg kellett formálni, meg kellett írni a körülményeket. Tudnélik, ott nem volt senki, amikor ő felakasztotta magát a padláson. És van ismét, ez már nem írói szabadság, amit az előbb mondtam, hanem az írói fantázia kitölti az üregeket. Még ilyen nagyon-nagyon sok ilyen esetem van, hogy elszakad nagyon sok helyen a filmszallag. Nincs meg, csak a krix-krax a falon, ezt jelképesen mondom, nyilvánvaló a vetítővásznon, és akkor azt nekem ki kellett találnom. És ezt a szót én merem használni, mert azért vannak szép ráfogások, szép kitalálások, és enélkül, az alkotó fantázia nélkül szerintem nincs irodalom. Tehát itt azért, ami akkor is a mesélő lép elő, amikor tulajdonképpen előadsz egy majdhogy nem dokumentarista pontosságú történetet, mert ki kell egészíteni. Ez a mesélő szándék jól észrevehető, nyilván nem véletlen, nyilván tudatosan alkalmaztad, hogy ez a balladás hang, amelyre rátaláltál az előző kötetetben, ez még tovább mélyült, és még inkább, csak ismételni tudom magam, egy mesélő lép elénk. Igen. Tulajdonképpen. Igen. Soha nem tudom megtagadni a történetet. Tudnék, volt egy olyan időszak, és most szerencsére az irodalmunk kezd visszatérni, amikor megtagadták az eseményt, az esemény sort, megtagadták a történetet a prózai munkákból, hát a próza napjára beszélgetünk, gondolom, és én úgy gondolom, hogy Jókait nem azért tartjuk írófejedelemnek, mert nem hozott létre csodálatos történeteket. Igenis, a Jókai munkásságában persze stílus és persze a hatalmas műveltség, persze a fantázia, az alapteremtés, de csodálatos történeteket mondott el. És én erről nem tudok lemondani, inkább lemondok az írásról, mint hogy lemondjak a történetekről. És akár, mert vannak ebben a kötetben kimondottan kitalált, fikciós írások is, gondolom erről is beszélünk hamarosan, de anélkül, hogy szájbarágos vagy didaktikus történeteket mondanék el, igenis szárnyalni kell prózában is, nem csak a lírában. Még egyszer megismétlem a szót, szárnyalni kell a prózában is. Ez egy nagyon szép mondás, azt hiszem ezt el is menthetjük a későbbiekre. Itt ezekben a történetekben a nyelvi ízeket is minél mélyebben láttatod, érzékelhetően ez is elmélyült, ez is valahogy hangsúlyosabb szerepet kapott. Te milyen szerepet szántál ezeknek az eszközöknek? De ugyanitt, bocsánat, kitérhetnék arra is, hogy az idilli részeknél, a szerelmi részeknél nagyon finoman, nagyon lehelet finom ábrázolással mégis előtérbe kerül és hangsúlyt kap még az erotika, a finom testiség is. Ennek is a szerepére és a te szándékaidra kérdeznék itt rá. Na most, ha jól értelmeztem, a stílusra kérdeztél rá, és
Hát az azért mindenkinél egyéni. Én úgy gondolom, hogy a psziché, akár mondhatnék idegrendszert is, agykérgetés, érzelemvilágot, az hozza ki a stílust. Én úgy gondolom, hogy a stílus nem lehet tanulni. Azt valahonnan örökli az ember egy olyan szférából, amit még nem térképeztek föl, se a genetikusok, se a pszichológusok. Meg tudnám nevezni a szemét, akitől örököltem valamit, csak az édesanyám. Itt ne legyek azért túlságosan személyes, és ne vulgarizáljak semmit. Az én kicsi falumban, amelynek a neve olyan, mint egy versor, úgy hangzik, hogy Székely Hidegkút, az egész faluban minden gyerek az én édesanyámat édesnek nevezte. Úgyhogy Ady Endre idesnek mondta izőnyelvjárásban az édesanyját, én is édesnek szólítottam, de rövid évvel, érdekes. Na most innen jön az a stílus. És hogyha megengeded, én felolvasnék a stílusom illusztrálására két részt. De abból a novellából, ami nem történelmi alakot formáz meg, hanem Krúdit, nagyon szeretem Krúdit különben, erről ejtsünk azért szót, mert a novellának az a címe, hogy a Vörös Postakocsi nyomában, és most is egy ilyen helyen vagyunk, itt Budapesten valahol valamelyik olyan, én meg tudnám nevezni is azt, egy olyan kávézó, hogy lépcsőzetesen megy fölfel az arénákban, és italt is felszolgálnak, és tanulnak, olvasnak, és itt találkozik egy fiatal orvos a lánnyal. A következő a, és mondjuk meg a helyzetet is, mert bizonyos helyzeteket is pontosan meg kell írni egy novellába vagy egy regényben. Úgy nevezik idegen nyelven a szituációt, meg kellett írni. Bemegy ebbe a kávézóba a fiatalember, akit ilyen szép névvel neveztem meg, Csíkban gyakori név a Kristály családnév. Kristály Ati bemegy és egy helyen talál helyet, egy lány, egy vöröshajú lány éppen Heideggert olvassa. Na most az ismerkedésük gondolatban játszódik le. És én ezt hát meg is kérdeztél előtte, hogy van-e nekem kedvenc részem a munkáimban, és ahogy leülnek, megismerkednek, kíván bemutatkoznak, hogy én Fischer Lilla vagyok, én meg Kristály Attila, ülnek szembe egymással az asztal mellett, mint ahogy ülünk most itt mi, és gondolkodnak egymásról. Na most azt felolvashatom? Igen, akkor megkérlek, hogy olvasd fel, hogyha így gombolyodott a beszélgetés. Igen, mondom. Nem baj. Hát a stílusra kérdeztél rá, és itt talán itt a stílus megvalósul. Teljesen vagy... jogos, illusztráljuk akkor így. Milyen átlátszó a bőre? Elmélkedett Attila. Látszanak a vérerek, átderengenek a hajszálerek, kezei aprócskák, körmeit zöldre festi, csontjai vékonyak. De izomzata erős, bizonyára sportol, nyaka hihetetlenül vékony, arca gödrös, homloka hegyes, kúpos. Félig eltakarja azt a behulló vörös haj, felső teste, mert ülő állapotban csak azt látta, csupa érzékiség. Harmad csepp virágszirom. Nem visel mertartót, előreugró csitri mellei gyújtóbombák, kompozíció ez a lány, nem ok nélkül kötött ki az esztétikán. Ezt gondolja a fiú. És egy olyan párbeszéd, ami nem hangzik-e hangosan, csak gondolkodnak ezen. Szép ez a fiú, gondolta Lilla. Középen összenőttek a szemöldökei, ami pont ellentéte puha bariton hangjának. Egyszerűen öltözködik, de nem hanyagul. Világos kék ing, szürke zakó, fekete nadrág. De jó, a férfiaknak ilyen könnyen megoldják azt, ami nekünk nőknek olyan sok fejtörést okoz. Tiszta ember, ez kiolvasható sötétbarna szeméből. Ezzel a két szemelvénnyel válaszoltam arra, hogy a stílus. Én úgy gondolom, hogy maga a leírás és az alakok bemutatása klasszikus. A klasszikust is vállalom. A klasszikusnak nem tudok hátat fordítani. De az, hogy most már az emberek másképp látják egymást, mert itt is az egyik orvos, és orvos szemmel nézi a lányt. A lány pedig esztétikán írja az államvizsga dolgozatát, diplomamunkáját, és ő meg az esztétika művészeti és tudományág szemüvegén keresztül nézi a fiút.
ez azért már valahol a modernség irányába mozdul el. Igen, akkor viszont konkrétan bele is kérdezek ebbe a műbe, mert ugye itt egy Erdélyből átkerült orvos fiúról van szó, aki Zemplénben, Kisfalvakban lesz körorvos. Egy teljesen másik világ egy budapesti bölcsészlányhoz képest. Igen. Teljesen különböző világok találkoznak, és hogyha ez sikerrel tud járni egy ilyen találkozás, akkor is leginkább az a jellemző, hogy a nagyváros nyeli be, a vidékről, Erdélyből érkezett. Igen. Igen. Itt viszont ők végül kikötnek Zemplénben, tehát ez is nyilván egy tudatos, idealizált, romantikus lezárás. Valami üzenetet fogalmazol meg ezzel? Igen. A falu, amiről szólt ejtettem az előbb, meghalt, megszűnt. És ez akkor a fájdalom bennem, hogy ha elméletben is, hogyha a zsigereimben is szeretném a falut föltámasztani. És igenis vannak moccanások az ország területén. Igenis vannak olyan falvak, tudnék név szerint is emlegetni, ahol szaporulat van. És ez nyilvánvaló, ez is egy idealista gondolat, hogy nagyon jó lenne a falut, és most ebben a pillanatban, kormányprogramban a kisfalvak feltámasztására igenis vannak komoly tervek. Csak az, hogy minden kisfaluban legyen bolt. Tehát nem a szeleknek beszélek ezzel sem, és akkor arra kérlek, hogy ha már ezt a két világ szembesülését megemlítetted, és nagyon köszönöm, hogy megemlítetted, hozzuk be a Munkácsi lány novellát is. Mit szólsz hozzá? Jó, akkor ezt rád bízom, és utána beszélünk róla, hogy egész pontosan miről szól, de vezest is, fölkérlek. Jó, nagyon szívesen, hogyha úgy gondolod, itt még távolabbi világok szembesülnek. Én elmondom az előzményeket, és bármikor szóljál közbe, és vágjál közbe, és szakítsál meg. Az erdélyi fiú elmegy a Balatonra érettségi után nyaralni. És a vízben találkozik egy kárpátaljai lányjal. Szép Alizzal. És nagyon sokáig gondolkodtam, milyen nevet adjak ennek a lánynak, és most már a nevekről is beszéljük, mert úgy tudom, hogy beszélő neveim vannak. Eléggé jó, megválasztom. Ennél szebb nevet nem tudtam volna kitalálni egy Munkácsi lánynak, aki beleszeret, és ők úgy szerelmeskednek, nagyon felügyelik a diákokat, hogy a vízben szembefordulnak egymással, és hát bizony-bizony csókolóznak, és bizony-bizony nagyon megszeretik egymást. De annyira reménytelen, ez a lényeg, annyira reménytelen a szerelmük, hogy még címese cserélnek. Egyik hazamegy Kárpátaljára, és a másik hazamegy Csíkszeredába, Erdélybe. És ezt a világot kellett összehozni. Mondd meg a véleményed, hogy szabad ilyent elkövetni, mert a végén összehozom őket, és csodálatos az a jelenet, talán abból is olvasok fel egy kicsi részt, amikor aztán még ismét találkozunk. Nem is a szabad a kérdés, én inkább úgy kérdezném, hogy lehetséges-e vajon ilyen? Tehát van-e valós előzménye, és most kérdezhetem akár ezt az esetet, akár az erdélyi orvos fiút a budapesti bölcsészlánnyal, vagy ez tényleg egy idealizált elképzelés, vagy tényleg van valami valós síkja? Hát én előtte nem árulok el titkot, hogy a monográfiát Benedek Elekről én írtam meg. Az akadémia nem csinálta meg, az Irodalomtudományi Intézet se csinálta meg. Én 23 évvel dolgoztam, és ezért a mese beépült az életembe. A mesékben egyik legcsodálatosabb tünemény az a fejrolló. Igenis, és most fejeztem be egyik meséskönyvemet, a fehér hollónak a begye fölött van három fekete toll. Összesen csak három fekete toll. És abban van a varázs ereje, azt adja át a vándor fiúnak, és hogy arra ráfúj, akkor megy a segítség neki. Na most már ezek fehér hollók. Ezek csodák, és én tudok egy-két esetről, nyilvánvaló, hogy nem egy tipikus tünet, egészen pontosan nem kell nevet említenem, hogy azért mennek, éppen Somogytúron találkoztam egy nagyon kedves, szép budapesti lányjal, aki hozzáment egy somogytúri autószerelőhöz. Vagy egy vagy két esetben történt meg az, hogy Kárpátalja összehajlott a Székelyföldre. Nagyon-nagyon ritka. Csak azt kell mondanom, hogy a lehetetlenség kísértése volt, és igenis a vágyamat,
a szívem vágyát írtam meg, hogy azért hajoljon össze a székely a kárpátaljaival, mert mind a kettő egy sorsvert nép, és hogyha én ezt egy ilyen parabolával összehoztam őket. Minden, az idealizmus minden vágyát vállalom, habár én ismerek egy-két ilyen esetet. És itt éppen az volt az óriási dilemma a kettőjük közül, hogy a fiú barna fog-e Kárpátaljára költözni, mert házasságot kötnek, vagy pedig szép Alice megy a székelyföldre. És kiszámolták, hogy azért a körülmények jobbak Csíkszeredában, mert a szülők nem akarták elengedni munkásról. És nem tudom, mikor a rendeled meg, mikor mondod, hogy amikor ők végre találkoznak, itt még bejön a véletlen. Még azért is meg lehet engem vádolni, hogy a véletlent ilyen nagy szerepet játszik az írásban a véletlen. Éppen a Székelyföldre, éppen a Rákóczi várhoz mennek kirándulni, a Rákóczi Szövetség szervezi, és ők véletlenül a busz meglátják az apjával Csíkszeredában. Felolvashatom ezt a részt? Föl, de még annyit kérdeznék bele, hogy akkor az viszont teljesen tudatosan vállalod, és úgy érzed helyesnek, hogy amit a stílusról is mondta, hogy belülről jön, hogy ami ösztönös, igen, vagy ami vágy, az igenis törjön utat, igen, mindenféle tudatosság mellett, igen, is. De hát ne vállaljuk a vágyainkat? Ne vállaljuk az álmainkat? Én azt mondom, hogy nem csak a vágyainkat, az álmainkat is vállalni kell. És itt most már inkább az érzelmi töltet miatt olvasnám föl ezt a részt, mert egészen, hát úgy is van, hogy én magam saját írásomban nem hatódhatom meg, de egészen megható, mert az édesapa és a fiú meglátják a buszt. Csak annyit látnak, hogy az autóbusznak a jelzése az Ukrajna, US. És a fiú neki ront a busznak, mert meglátja az ablakon keresztül a lányt. Ezt olvasom fel. Jó, megkérlek, köszönjük. Csiszér Barna neki rohant az induló busznak, két öklével verte az oldalát. Szerencsére még meghallotta Alice sikoltó hangját. A Rákóczi várhoz megyünk, a gyímesekbe. Az apja erős karjait érezte Barna hóna alatt, a hirtelen jött eszméletvesztés pillanatában. A véletlen játéka akkor erővel zuhant rá, hogy mint a bányászokra a sújtó lég. Tartalmas, komoly volt az apa és a fia között a kapcsolat, és ez megajándékozta Barnát második életével. Csiszér Dániel, az apa, beültette a fiát a családi autóba, és elindultak. Nem mondta, hogy hová mennek, egyértelmű volt az úti cél. Hamarosan utolérték az autóbuszt. Barna csak Ukrajna ország jelét látta, US. Két suta érdektelen betű. Az agykéreg statisztika raktárába való. Neki a megváltó fején fénylő glóriát jelentette. Nincs és nem is lesz a szerelem históriákban Seven Arts utazás. Az apa úgy sorolt be Volvojával a pöfögő busz mögé, mintha lakodalmas menetben lennének. A kanyarok előtt megállt, hogy nőjön egy kicsit a távolság, és amikor beértek a gyímesek völgyébe, csak néhány méter távolságra követte az ukrán kirándulókat. A Rákóczi vár előtt előztek. Az apa gondolatrendszerében pontosan lejátszódott az, ami a Barna lelkében. Félrehúztak, kiszálltak, s várták a munkácsi lányt. Sikoltva ugrott le a busz lépcsőjéről. Keményen tartotta magát Barna, hogy ne zuhanjanak mindketten a földre. Köszönjük szépen. Igen, ez is nagyon szép volt. És ilyenkor fáj is a szépségről és az időről tovább bevezni, mert azért tragédiák, kemény sorsok is vannak ebben a könyvben. Nem is a vér színe talán a legkeményebb, mert annak is van egyfajta feloldás, sőt, ténylegesen feloldás is van a végén. Ez egy tiltott medvevadászat, medvehús árusítás. Mi tette címadóvá ezt a kötet, ezt a novellát a kötetben? Természetesen beszélni kell a címről. Először is, hát nem is kell adira hivatkozni, hogy a vér színe az szimbólum legyen. Itt is szimbólum a vér, és a vérnek a színe is az. Jelenti a vér a fáknak a vérét.
ma fáknak is van vére. A medvék borzalmas pusztítást végeznek a fiatal fenyvesekben, lekaparják a karmukkal a fenyőnek a kérgét, és ott a fának a vére fehér, vízszín is, amikor megkenyedik, sárga. De van egy óriási tragédia is, a tragédia az elbeszélésben. A főszereplőnek az édesapját agyonnyomja egy Esztergag gép, és amikor kifolyik a vére, összevegyül a vasporral, és akkor fekete a vér. És ez a csodálatos házaspár vére buzog. És annyira szép Norának és Pongrácnak a szerelme, hogy az csak is piros lehet. Tehát egy kicsit játszadozás is a színnel, hogy fehér, hogy sárga, hogy fekete, hogy az élet tragikus, hogy az élet szép, és én úgy gondolom, hogy ez a legbonyolultabb, legszövődményesebb írásom, talán a legtöbb rétegből összetevődő, és ezért került a címlapra. Értem. Tehát ez fogja össze tulajdonképpen tematikájában, hangulatiságában is az összes többi írás. Na most akkor azonnal hozzámondanom, hogy itt akik elmentek orvadásznak, medvevadászatra, azok teljesen alá voltak rendelve egy románnak, akinek minden szabad, és itt behoztam azt, hogy a kinek szabad a több, a quod licet jovi, non licet bovi, hogy a katonatisztnek, akit korán nyugdíjaztak, minden szabad volt, mert cimborája volt a megyei parancsnok, rendőrparancsnok, és tiltott fegyvere volt, és ő vitte bele őket, és ő akarta a székely medvéből meggazdagodni. Tehát egyfajta alárendelés még, mert mindig azt mondják, hogy áll az erdélyi vagy a kárpátai nemzet is a pártok színvonalán van, a kormányok vagy a politika színvonalán. De én azt írtam meg, hogy a közemberek élete milyen, hogy a közemberek elnyomatása és folytogatása még gyakoribb és még szánalmasabb, mint amikor birkoznak a politikai pártok egymással. Akkor annyiból lőjük le a poént, hogy Pongrác viszont nem fog meggazdagodni ebből a medvevadászatból. Egész biztos, hogy nem. Nem, viszont úgy ment haza a felesége ez Nórához, mint aki gyonni megy, mint a katolikus, aki gyonni megy a gyonó szék elé, a letérdepel a pap elé. Kérhetünk egy részletet ebből is? Igen, lehet ebből is idézni. Hát én azért nagyon fontosnak tartom, hogy az életet úgy is írni, hogy a beteljesült élet, a megnőtt élet, a megnagyobbodott élet, és annak általában az a neve, hogy szerelem. Na most itt a vér színében végtelenül szereti egymást ez a két ember. És van egy olyan szociológiai, társadalmi vetülete is, hogy sokkal több most az értelmiségi nő, mint a férfi. Különösen a pedagógia és az óvónőképző és a felszippantják a nőket, és a fiúk kimaradoznak. És a lány a nő iskolaigazgató, de a fiú csak erdész. És hozzámegy az iskolaigazgató, a vidék legszebb nője, az erdészhez. És ezt én ismét szépnek tartom, azt kiszabad szólnom nekem ezt a számon. Sokat foglalkozott gondolatban Nórával, volt ideje egész nap elmélkedni. Ezt a erdész mondja. Azt jósolták, a faluban nem fog menni ez a házasság. Hol volt az esze Nórának? Ő a legszebb nő a vidéken, ráadásul iskolaigazgató, és hozzáment egy tanulatlan paraszthoz. Tévedett a falu, boldogan élnek, a lemaradást is behozta, annyi könyvet senki nem olvasott el a faluban, mint ő, még ezekre az utakra is magával hoz egyet-kettőt, az soha nem hiányozhat az erdész tarisznyájából. És nem is kivétel az ő házasságuk, itt jön talán a lényege, háromszor annyi a diplomás nő, mint férfi. Mit csinál a sok óvónő, tanítónő, tanárnő, ha kihelyezik őket falura? Már a traktoristák után is kapkodnak. A tanári kar gyakran rendez táncmulatságot, ott sem lóg ki a sorból, úgy táncol Nórával, mintha nem erdész tanfolyamot, hanem balettiskolát végzett volna. Még az is megtörtént, leálltak a párok, ők ketten keringőztek szédülésig,
és a végén megtapsolták őket. Ezt azért olvastam föl, mert az idealizmus egy kicsit tompította. Tehát nem minden idealizmus, hogyha én megírok egy szép szerelmet, az nem, mert az idealizmus szót is lejáratták, mint ahogy a liberalizmus szót is lejáratták. Az idealizmus valamikor szép volt, hát tagadjuk meg az idealizmus Victor Hugo-tól, vagy Jókaitól, vagy Dickens-től, vagy mondhatnék modernebb írókat is. És tehát nem feltétlenül mese egy igazgatónő és egy erdész szerelme. Egyáltalán nem. Én ismertem, ugye Csíkban tanítottam, olyan óvonőket és tanítónőket, akik traktoristához mentek fel, és nem volt más lehetőségük. Kikerültek falura, tehát a társadalom egy olyan jelensége, és egyáltalán nem voltak boldogtalanok ezek a házasságok, nem feltétlenül diplomához kötött a boldogság. Sőt, egyáltalán én, aki mit tudom én hányszor doktoráltam életemben, itt-ott, Bécsben, Kolozsvárod, másod, azt mondom, hogy a diploma nem tesz boldogá senkit. Értem. És mielőtt még megköszönöm a beszélgetést, egy-két mondatban mi az, amivel most dolgozol, illetve mi az, ami esetleg már megjelenés előtt áll? Hogy áll a munkásságod? Hát én az előbb már megemlítettem, hogy mit csinálok a Hargitával. Most fejeztem be egy meséskönyvet. És hát nem tudom, hogy ennyire lehetek-e szubjektív. Nekem 10 unokám van. Gratulálok. Én annyira szeretem őket, hogy az életem egyik nagy lebegése, lelki tündöklése, tündöklésének az alapja. És azt akarom mondani, hogy minden unokámnak írtam egy mesét. Minden unokámnak dedikáltam egy mesét, és nemrég adtam le, meglátjuk aztán, hogy lát-e nyomdafestéket, de a család meg van bolondulva a mesék, már az unokáimat azzal altatják el, az apróbbakat, ezekkel a mesékkel, amiket én megírtam. A másik, hogy megkezdtem nagyon szépen a 3. novellás kötetemet. Éppen most kaptam jelzést az országúttól és más újságoktól is, Erdélyből is, hogy elfogadtak novellákat. Tehát készül a 3. novellás kötetem, és írok egy egészen nagy ifjúsági regényt, de az pályázatos, arról nekem nem szabad beszélnem, mert pályázatra és jelszó használatra megy. Rendben, nagyon várjuk mindegyiket akkor, ezeket pedig nagyon szépen köszönjük neked, mint hogy ezt a mai estet is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.